A munka cím... Jaj. Igen. Jó. Csak lassú módon is szolgálás elmégés. Ugye a Atlas tartja a kezében a földet, ugye? Mars, de mindegy. De a Marsot ki tartja a kezében? Atlas 4. Atlas 4. Bocsánat, picit még beöltöztetünk. A mikrofon speciális tulajdonság az, hogy csak mi tudjuk, hogy hova kell rakni. Jó. Én meg majd így fogok beszélni végig, és jó lesz nektek. Jó, hát oké, behajtjuk, és kicsit teljesen behajtjuk. Köszöntök mindenkit, következő a helyzet. Az előadás munka címe, ahogy láttam meghirdetve, valami olyasmi, hogy a Hale-Bopp üstökös múltja, jelene és jövője. Az előadás tartalmi lényege az arról akarna szólni, hogy az üstökösök hihetetlen naptávolságban is képesek aktívkodni, tehát valamilyen anyagtermelésük van nekik. És ennek az apropója egy olyan megfigyelés, Krisztián, meg Kislaci csinálták a képet egy éves a kép. Bontsunk rá pesgőt, nem napra pontosan, de mondjuk évszakra pontosan biztos. Lehet, hogy hónapra pontosan is. A Hale-Bopp üstökösről, amelyik a Neptunusz távolságával jár jelenleg, tehát 26 csillagászati egységre a naptól, és hát aktív. Az azt jelenti, hogy van neki kómája. Szegényke 20-21 magnitúdós, de ehhez képest ő egy Jupiter méretű kómát növeszt még ma is. És hát tulajdonképpen ezen megfigyelés a valaha megfigyelt legtávolabbi aktív üstökös rekorder címét megkapta. A Guinness rekordok könyvébe a dominók bele fognak kerülni, a legtávolabbi üstökös nem fog belekerülni, de mi tudjuk, hogy ez a rekord, ez megdőlt tavaly ősszel Ausztráliában. Na és akkor tulajdonképpen erről kellene beszélnem, de mint a végén látni fogjuk, ez az üstökös, tehát Neptunusz távolságában lévő nagyobb bolygó, nagyságú üstökös, egy 2,5 méteres távcsővel, hát tulajdonképpen 8x8 pixel. Meg fogjuk nézni, de hát ha abból állna az előadás, hogy ennek a 8x8 pixelnek felolvasom az értékét, hogy ott éppen mennyi az intenzitás, akkor én tulajdonképpen már is mondtam mindent erről a képről, amit el lehet róla mondani, és akkor mehetnénk is haza. Ellenben most nekem kicsit hosszabb időn keresztül kell okosnak lennem, úgyhogy általában, hogy az üstökösök nagyobb naptávolságban miért aktívak, meg egyáltalán, hogy az üstökösök miért aktívak, ilyen dolgokról is szeretnék beszélni, még mielőtt megszemléljük a nagyvadat az előadás végén. Üstökösök, mindenki tudja, szépen néznek ki. A nappali égen látható üstökösökről, csak hogy a két előadással ezelőtti előadáshoz kapcsolódjak, mint egy, eszébe jut az embernek, vagy legalábbis az én embernek, a Meknó üstökös, amit 40 perccel naplemente előtt már lehetett látni Sydneyből, egy héttel azelőtt, hogy utána az esti égen így nézett ki. Jó, és hát csicsás képek vannak mindenfelé róla. Kislaci közben üdvözöl. Kislaci közben üdvözöl. Szervusz, Laci. Szia. Szia. Még mindig nem győzök gyönyörködni ebben a képben. Hol van a következő? Igen. Jaj, jó, és akkor innentől kezdődnek a problémák, ami miatt ilyen hosszú bevezető történt.
ugyanis a laptopom jelenleg Prágában van, garanciális javításon, elvitte egy futár Suzuki Swift-tel Prágáig, mert ott van a legközelebbi szakszervíz. Amiből az következik, hogy az előadást azt akkor tudtam csinálni, amikor volt gép, és olyan lehetőségekkel, amilyen gép volt. És hát itt a Polarisban, még ezt tegnap kitaláltam, hogy ezt elmondom, nem találtam képlet szerkesztős gépet, úgyhogy a legújabb Szabó-féle Microsoft képlet szerkesztőt hívnám segítségül az üstökösök aktivitásának megmagyarázása céljából íme. Itt van a képlet szerkeszt. Nem mozgass, mert nem győzök. Jó. Balázs is üdvözöl. Szia Balázs! Következőről van szó, amikor egy üstökös megközelíti a napot. Igen. Szabó Gyulát látjuk előadni. Mondom, folyamatosan, jó? Igen? Amikor egy üstökös mag megközelíti a napot, akkor elkezd ő... Szívesen játszom távlát a kamera érdekében. Megközelíti a napot, akkor ő elkezd fölmelegedni. Most először tekintsünk egy olyan üstököst, aki nem üstökös, tehát úgy melegszik föl, hogy nem párolog belőle semmi anyag. Mi történik egy ilyen üstökössel? Hát általában azt föltételezhetjük, hogy az üstökös megközelíti a napot, egyre nagyobb sugárzást fog kapni a naptól, egyre melegebbje lesz az üstökösnek, ő maga is fölmelegszik és szétsugározza ezt a hő sugárzást, ő is szerte a világűrbe, és feltételezhetjük, hogy valamiféle egyensúly van, tehát a bekapott sugárzás, a belső és az általa leadott sugárzás, a kisugárzott energia az megegyezik. Na most egy üstökös mennyi energiát kap a naptól, szépen föl lehet írni, ugye minél fényesebb a nap, annál többet, minél nagyobb az üstökös, annál többet, felület számít, tehát az üstökös méretének a négyzete szerepe, minél távolabb van a naptól, annál kevesebbet, itt is a távolság négyzet számít, a bal oldal elkészült, mennyi energiát sugároz ki, négyegyi függvénytáblázat megmondja nekünk, hogy az egységnyi felületű valamiféle közelítéssel élünk, egy egységnyi felületű test, valami szigma t a negyediken energiát sugároz ki időegység alatt, ahol a szigma egy másik szám, ami szintén benne van a függvénytáblázatban, és akkor ugye mennyi ennek az üstökösnek a felülete, hát a gömb felülete mondjuk 4-en nézett. Előállt a jobb oldal is, a tanulság az, hogy a hőmérséklet negyedik hatványával nő az üstökös által kisugárzott energia. Tehát kétszer melegebb az üstökös, 4x4, 16-szor több, nagyobb teljesítménnyel sugároz. És akkor mi a konklúzió? Az a konklúzió, hogyha a naptávolságra és a hőmérsékletre átrendezzük ezt a képletet, az jön ki, hogy a naptávolság négyzetgyökének reciprokával arányos az üstökös. Tehát a négyszer messzebb lévő üstökös, aki nem üstökös, mert megbeszéltük, hogy még nem párolog, tehát a négyszer messzebb lévő üstökös kétszer lesz hidegülve. Jó, persze a helyzet nem ilyen egyszerű, mert az üstökös nem úgy sugároz, mint egy abszolút fekete test, mondtam egy csúnyát, meg nem lesz ilyen egyszerű, mert az üstökös nem gömb alakú, és nem végtelenül gyorsan, nagy sebességgel forog, tehát a nap felüli része kicsit melegebb, a naptól távoli része meg kicsit nem, és akkor ezt egy mű számmal szokták figyelembe venni, ahol is például a kisbolygászatban a különböző kisbolygókhoz tartozó mű meghatározása infravörös kisbolygászatban egy érdekes dolog, de minket jelen esetben ő most nem nagyon fog érinteni. Nézzük a következő képlet szerkesztősdiát. A lényegesen érdekesebb eset, amikor megengedjük az üstökösnek, hogy párolog. És azt mondjuk, hogy QI-vel jelölt különféle gázokból, mondjuk az I-edik gázból, legyen ez mondjuk víz, vagy lehet ez mondjuk szénmonoxid, vagy lehet mondjuk
hidrogéncianid, vagy lehet mondjuk ammónia, vagy lehet mondjuk hidrogénperoxid, vagy lehet mondjuk metán, vagy lehet mondjuk akármi. Tehát az I-edik jégből QI kilogrammot párolott másodpercenként. Ennek van egy párolgási energiája, az is benne van a függvénytáblázatban. RI joule per kilogramm kell ahhoz, hogy én azt ott elpároljam. Tehát, ha minden egyes párolgó anyagra összeadjuk az üstökös párolgása által leadott energiát, akkor szumma QILI dolgot fogunk kapni, tehát minden gázra adjuk össze, hogy mennyi párolog idegség alatt, és ehhez mennyi energia szükséges. És akkor kapunk belőle egy teljesítmény dimenziójú számot. Ez ugyanolyan értelemben vonja el az energiát az üstököstől, mint a hőmérsékleti sugárzás. Tehát az előbb látott képletbe, ezt már láttuk, ezt a kis ravasz szummát hozzá kell írni. Ebből azt látjuk, hogy ugye a párolgás a hősugárzástól függetlenül is elviszi az energiát az üstökösről, tehát nem meglepő, hogy ha az üstökösről párolog az anyag, akkor az üstökös egy kicsit hidegebb lesz. Attól függ, hogy mennyivel lesz hidegebb, hogy ez a QI, ez mennyire növekszik a hőmérséklettel. Tehát egész dolog, amire ezt elmondtam, az a következő konklúzióba torkollik. A QI számok az összes lehetséges gázra hihetetlenül gyorsan növekednek a hőmérséklet. Ezért aztán, ellentétben egy kisbolygó valaki megközelíti a napot, és jól fölmelegszik, ha egy üstökös mag megközelíti a napot, akkor nem melegszik föl jól, egy kicsit fölmelegszik, de nem olyan nagyon, viszont iszonyat módon elkezd párologni, és az ő hőleadását, főleg ez a tag fogja dominálni azzal, hogy nagy mennyiségű anyagot evaporál a felszínéről, és akkor kóma, csóva, mi egyéb szerkezet ki fog alakulni. Mi van egy kis lábjegyzet, hogy ez az egész dolog, ez akkor megy, ha mi tudjuk a Q értékeket, illetve a Q értékeket, ha hőmérsékleti egyensúlyt feltételezünk, akkor azt már kiszámoljuk, egy hülyeséget írtam, az nem kell, hanem a párolgás hőket kell tudni, amit bele kell írni ebbe az egész modellbe, de ráadásul, ha mondjuk egy szénmonoxid molekula egy másik szénmonoxid molekulára van ráfagyva, akkor ő onnan más párolgás hővel fog elpárologni, mintha egy szénmonoxid molekula egy vízmolekulára van ráfagyva. Tehát azon is függenek ezek a párolgás hők, hogy éppen az adott molekula milyen típusú másik molekulák környezetéből párolog el. Szóval innentől kezdve megbonyolítja a kérdést, meglehetősen kellőképpen tudományos lesz, amit menjünk vissza szerintem a kőkorszakibb képlet szerkesztőkre, hogyan lehetne ezt megjelenjen? Jó? Igen? Na, ez. Szóval a kivonata ez annak, amiről beszéltünk. Besugárzás, hősugárzás által leadott, párolgás által leadott dolog. Itt van két zárójel, itt nem szorzás van, a többi helyen szorzás van, nem érdekel. Szóval itt látni kell az, hogy az anyagtermelések hőmérséklet függése, ez egy ilyen logaritmikus skála, főleg a hideg tartományon, tehát még ami nem 100 Kelvin az üstökös, irdatlan módon meredek. Hát például ránézünk itt a szén monoxidra, 40 Kelvines üstökösről, mondjuk 10 a 25-en molekula per négyzetméter per szekundum párolog le. Ha megmelegítjük 120 Kelvinre ezt az üstököst, akkor pedig 10 a 30-an, tehát 100 000-szer több molekula, pedig nem csináltunk semmit, csak hogy 40 Kelvinről 120-ra háromszor akkora hőmérsékletűre fölmelegítettük, és rögtön 100 000-szer több anyag akar az üstökösről lejönni. Na, mi ennek a tanulság? Az a tanulsága, hogy amikor egy üstökös hideg, akkor a szénmonoxid, meg a metán, jég tud róla párologni, tud kómát kelteni, tud csóvát kelteni. Például a Hale-Bopp üstökösnél nagy naptávolságban ezek a kis
háromszögecskék és egyéb pöttyöcskék, azt mutatták, hogy 6-8-9 naptávolságnál szénmonoxid evaporációja okozta főleg azt, hogy a már felfedezéskor hát aktív volt, szép nagy kúmája volt ennek a kisnepesnek. Napközelben pedig elkezd például a víz, amit te nagyon alsó, alul lévő görben, nehezen párolgó anyag a víz, de nagyon sok van benne az üstökösben, már a párolgó anyagok aránya tekintve, tehát akkor napközelben a víz kezdi dominálni, a nagy tveltpöttyök jelentik a vizet, a kómának a szerkezetét. Jó, mi a kérdés? Mi a kérdés arról? Például egy ilyen üstökösre tekintve lehet elmélkedni, ez a 2004 H2 Larsen üstökös, Snodgrass és munkatársai tavaly megjelent cikkéből. Következőt kell látni, ez a kép. A képen az üstökösnek van egy kómája, meg egy valamilyen kis csóvája is. Ez ilyen 5-6 csillagászati egység naptávolságban. Egy csillag profilja látható a folytonos görbén, tehát ha ugye nyilván a műszeres effektusok, meg a levegő mozgása, meg mi egyéb a csillagok képét is elkenik. Ha egy csillagszerű égitestet látunk, az ilyen felületi fényesség profilt fog követni. És hát mi ránézünk, azt mondjuk, hogy látszik, hogy ez az üstökös aktív, látszik, hogy kómája van, de hát a tudósok, azok ilyen kekeckedő népek, azt mondják, hogy ők szeretnének látni egy vonalas ábrát, ami meggyőzi őket, hogy itt tényleg aktivitás van. Ez a vonalas ábra a kómában lévő pixelekhez tartozó valamilyen felületi intenzitás az üstökös esetében lényegesen fényesebb, mint a csillagok szárnyainál. Tehát az üstökös az egy szélesebb, jobban elkenődött objektum a képen, mint a csillagok, ami pedig csak azért lehetséges, mert az üstökösnek önmagában kiterjedése van, vagyis ott van az üstökös kómája. Hát ezek a típusú vizsgálatok ugye az elmúlt 5 évben, 5-7-8 évben kezdtek fölfutni a csillagászatban. Tulajdonképpen akkor derült ki, hogy jé, milyen érdekes, az üstökösöknek nagy naptávolságban ilyen aktivitásuk lehetséges. Ez egy másik példa, 121P Shoemaker Holt 2 üstökös. Itt van a kómája, és még egy ilyen nagyon szép, hosszú csóvát, mint egy 2 ívperc méretű csóvát is neveztett. Ma már körülbelül talán 60 példát lehet tudni arra, hogy valamilyen módon látványos aktivitást fejtett ki egy üstökös nagyobb naptávolságban. Mire jó ez? Például egy ilyen üstökösnél a kóma meglehetősen ritka. Örülünk neki, hogy aktív, mert az egy érdekesség, de ettől függetlenül az egy ritka kóma, és a belsejében a mag fényváltozásait jobban lehet látni, úgy, mint ahogy jobb lett volna, hogyha úgy vágom ki, hogy rajta legyen az üstökös neve is. Most én nem tudom megmondani, hogy ez melyik üstökös. Szóval a nem jelzett üstökösnek a belsejét megfotometrálom, periódikus fényesség változásokat lehet tapasztalni, amit lehet úgy interpretálni, hogy ez a mag forgásából származik. A másik dolog, ami miatt ez az egész jó, az, hogy az üstökösnek a belső kómáját meg tudjuk vizsgálni, hát például két színdiagramon. Ugye a nagy napközelség esetében az a baj, hogy egy csomó gáz párolog az üstökösből, és ennek a csomó gáznak van egy csomó emissziós vonala, amik kékek is, meg kicsit vörösek, meg kicsit infravörösek, de mindenképpen meghamisítják az üstökös por színét. Nagy naptávolságban, amikor kevés gáz párolog, ritka porkómát látunk, de főleg port látunk a kómában,
akkor a két szín diagramon elhelyezve, tehát mondjuk egy V-I, V-R, R-I két szín diagram, az üstökös por fotometriai színeiről nyerünk információt. És akkor itt az látszik, hogy tulajdonképpen háromféle üstökös van. Vannak olyan üstökösök, ahol mindkét színindexben kékes színű az üstökös por, vannak olyanok, ahol mindkettőben vöröses színű az üstökös por, szép is. Korreláció is fölírható a kettő közt. Ezek valamiképpen a normális üstökösök. És akkor vannak olyan üstökösök, amikben más típusú üstökös por van, ezek a kilógó pontok, ilyen, nem tudjuk, hogy miért, de ennek az üstökösnek nem olyan színe van, mint a többi üstökösnek. Kategóriába eső üstökösöket jelentenek. Ezt már nem a gáztermelések által eltorzított színek miatt látjuk kint a vonalaktól, hanem ennek fizikai oka van. Jó? Csomó kérdés, hogy éppen aktuálisan mit lehet föltenni. Üstökös megfigyelések kapcsán mi az üstökösök távoli aktivitásának oka? Ezt nézzük meg. Jó. A Hale-Bopp üstökös, aki a mai előadásnak az ihletője, 1995-ben épp Ágasváron voltunk fönt, amikor fölfedeződött, és akkor nagyon örültünk neki, hogy hú, két év múlva a évszázad üstökösét meg fogjuk tudni figyelni. Ha jól emlékszem, Tepi akkor valami internetes technikával tett szert erre a hírre, és akkor még nem tudtuk, hogy előtte még lesz a Yakutake, ami meg más szempontból, de szintén nagyon látványos lesz. No, és akkor ugye a minden, sok szempontból minden idők üstököse, a Hale-Bopp megérkezett, és csomó sicsás kép keletkezett róla. Abszolút irreálisnak tartom ezt a képet, többek között ezért is választottam, egy ilyen besebeli tájba helyezi a Hale-Bopp üstököst. A Hale-Bopp is olyan volt, amikor a Cygnusba járt, hogy este is lehetett látni, azt hiszem akkor láttam először, jelentősen kifényesedve, amikor elhagyta a nap közelségét, hogy a Cygnusban meg lehetett figyelni este, talán decemberben volt ez, vagy valamikor már este a Cygnus nagyon alacsonyan van, és akkor hajnalban fölébredtem, este, hát igen, kedves kis szabadszemes üstökös, és akkor hajnalban fölébredtem, kinyitottam az ajtót, és akkor hú, ez volt a másik élmény, ami a Hale-Bopphoz kötődik. Na de hát ez is 11 évvel ezelőtt volt, most így néz ki. Az egyértelműség kedvéért ő a Hale-Bopp, egy 2,5 méteres távcsővel. A bemutatott görbéhez hasonló görbe, győzzük meg a szakcsillagászokat, szeretik vonalas ábrán megfigyelni, hogy szóval itt van a vonalas ábra, hogy az üstökös aktív, így néznek ki a fényesség profilja, ha csillag lenne, de ő nem csillag, mert van neki egy kiterjedt kómája is. Vessük össze a Hale-Boppot más nagy naptávolságban aktív üstökösökkel. Itt az Oort felhőből származó fiatal, tehát kevés napközelséget megért üstökösöknek nagy naptávolságbeli fénygörbéje vagy fényesség menete látható a naptávolság függvényében a fényesség. Mindenféle egyéb paraméterre való tekintet nélkül. Különféle üstökösök, itt a lefelé nyilag halványabb mint, tehát itt már nem figyelték meg az üstököst. Különféle üstökösök vannak 5 csillagászati egység távolságban, 19 és 17 magnitúdó közt, 15 csillagászati egység távolságban, 22 és 20 magnitúdó közt. Azt hiszem a Héliről van egy legtávolabbi pont, 18 csillagászati egységnél 22 magnitúdóról. Nem, az biztos, hogy nem a Héli. Szóval van az eddigi rekorder, amit tényleg megfigyeltek és aktív volt, 18 csillagászati egység és 22 magnitúdó. Magát a Hélit valahol 27 csillagászati egységnél látták utoljára 27 magnitúdósnak, tehát valahol itt lenne a pöttye az ábrán, de ennek akkor már nem volt megfigyelhető aktivitása, csak a nukleuszról visszavert fény látszik. És akkor ehhez a fénymenethez képest
A Hale-Bopp fénygörbéje ez volt. Ezt csinálta ő. 10 csillagászati egység távolságban még nagyobb távcsével elérhető, szemmel elérhető objektum, és 26 csillagászati egység távolságban is, mint egy, melyik? 20, igen. 20 magnitúdó fényességű pötty. És valahogy az összes többi üstökös behanyatlik 15 csillagászati egység körül, a Hale-Bopp pedig látványosan úgy döntött, hogy abba hagyja az a halványodást, vagy legalábbis lelassítja a halványodásának a menetét 20 csillagászati egység körül, és akkor nagyon érdekes dolog, hogy itt mi történt. A megoldás az az, hogy kiszámítottak erre egy modellt, olaszok, hogy amennyiben, még amikor a Hale-Bopp napközelben volt, és látszott, hogy nagy a szénmonoxid tartalma, amennyiben lesz távoli aktivitása ennek az üstökösnek, és azt a távoli aktivitást a szénmonoxid evaporáció fogja hajtani, akkor ilyen és ilyen fénygörbe menetet kell nekünk megfigyelni. Ugye maga a modell az ezen alapul. Tehát ők ezt számolták végig úgy, hogy beírták a megfelelő párolgási hőket a szénmonoxidra, meg föltételezték, hogy valahanyad része víz az üstökösnek, meg valahanyad része meg por. És ez a görbe jött ki nekik. Tehát ez nem egy hasraütéses görbe, amit itt látunk, hanem ez egy akkori jóslat a késői fénymenetre, amikor az üstökös még itt volt. És úgy tűnik, hogy ez a jóslat ez nyert, és ténylegesen erőteljes szénmonoxid hajtotta aktivitást figyelhettünk meg. És valószínűleg figyelhetünk meg most is a Hale-Bopp üstökösben nagy naptávolság. Záró gondolat, mi ennek az egésznek a jelentősége? Valamiképpen úgy éltem meg, hogy az a mintázat volt a fejekben, csillagász szakmai körökben, hogy a nagyon illékony anyagok, amik nagy naptávolságban aktivitásra késztetik az üstökösöket, szénmonoxid, ammónia esetleg, vagy hidrogénszulfit, olyan mértékben illékonyak, hogy egy olyan üstökös esetében, amelyik jó közel jön a naphoz, és olyan rendesen fölmelegszik, irdatlan nagy aktivitási rátában nagyon gyorsan elillanának ezek az anyagok az üstökös magjából. És néhány keringés után, hogy a Hale-Boppot az első keringésben figyeltük meg, néhány keringés után már nem lenne benne szénmonoxid, ami ilyen típusú aktivitást be tudna mutatni. És az a helyzet, hogy de néhány keringés után is irdatlan nagy aktivitás fenntartására alkalmas mennyiségű szénmonoxid lerakat marad egy olyan üstökösben, ami adott esetben olyan látványos napközelséget tud produkálni, mint a Hale-Bopp. Hogy ez az egész hogyan következik be, hol milyen formában éli túl a szénmonoxid például a napközelségeket, az egy nyitott kérdés. Krisztiánnal éppen évek óta visszamenő megfigyelési anyagunk van, de hogy néhány hónapja kezdjük komolyan tervezgetni, hogy ezeket a általa még megfigyelt nagy naptávolságú üstökösöket is szintén össze kéne szedni, és hát valamiféle rendszerbe állítani. Nem is tudom, hány darabunk van, vagy 40. Tehát lehet, hogy van fele annyi, mint amit eddig ismerünk összesen ilyen példát, úgyhogy meglátjuk, hogy jutunk-e ezekből hasonlóan érdekes eredményekre, mint a Hale-Boppról készített kép esetében. Jó, köszönöm szépen a figyelmet, ígérem, hogy még egyszer untatni fogom a társaságot. Kérdés volt innen? Illetve van kérdésem. Az a 40 Kelvin, amin beindul a szénmonoxid, ezt kijelenthetjük? 40 Kelvinen indul be a szénmonoxid? Nem, a szénmonoxid epsilon Kelvinen beindul. Tehát bármilyen anyag, bármilyen hőmérsékleten párolog. Nincs több kérdésem. 40 Kelvinről indul az ábra, mert kilátott még olyan üstököst, amit idegebb, mint 40 Kelvin.
de 40 Kelvinnél már négyzetméterenként és másodpercenként 10^25 molekula, vagyis 1/60 mol. Egy perc alatt 1 mol. Egy négyzetméterről már elpárolunk tiszta szénmaradékot. 50 csillagász. Víznek csak 78 fok már kezdve párolni? Nem. Úgy volt az ábrán. 120 Kelvin. 80 előtt volt, onnan indult. Hát amikor a logaritmus a nulla, amikor a logaritmus a nulla, akkor egy molekula per négyzetméter, per másodperc. De már még lemegy, és akkor a 40 Kelvinnél. Ezek szép függvények, tehát vannak egy-két szám szerepel benne, ami paraméterezi, ki lehetne számítani ezt a görbét. És hát mondjuk mínusz 10, vagy mínusz 15 molekula per négyzetméter per szekundum. Vagyis 10^15 négyzetméteres felületről 40 kelvines vízjégből is elpárolog másodpercenként egy molekula. Na, de hát ez azért tiszta, nem? Csak hogy a szabadon. Igen, tehát ha 100% vízjég, és itt olyan görbék vannak, hogy a vízjég vízjéghez kötődik. És ez erősen akkor túl idealizált. Ez nem egy üstökös. De ebben elfordulhat, hogy 50 csillagásztétség távolságban a szénmonoxidot bocsánat ki egy üstökös? Persze. Ugye a Hale-Bopp ebben a modellben az jött ki, hogy a Hale-Bopp 5,7 csillagászati jegység távolságban megfigyelt, illetve jósolt párolgási ráta mellett 53 vagy 55 vagy ilyesmi kelvin fokos. 50 csillagászati jegység távolságban nem közelíthetjük ezt úgy, hogy nem párolog és egyensúlyban van a környező térrel, de akkor is, ha egyensúlyban lenne, akkor se hűlnek jobban le, mint kétszeres felére, tehát olyan 30 Kelvin megmaradna, de akkor már csökkenni fognak a párolgási ráták, tehát tulajdonképpen melegebb lesz. Én arra gondolnék, hogy lehet, hogy lesz mondjuk 35 Kelvin a Hale-Bopp 50 csillagászati egységnél, és akkor tulajdonképpen belefér a 35 Kelvinbe, hogy még mindig párologjon belőle valamennyi szénmonoxid. Ugye itt az 50-hez mérjük, hát 1, 2, 3, 4, 5 nagyságrenddel kevesebb, mint most. Valószínűleg ebből már nem fogunk kómát megfigyelni, de az, hogy párologjon, az amikor hőmérséklete van, elvárható. És akkor a hadcsillagásztétség távolságban lévő Swassman-Bachmann egyet szénmonoxid kitörések hajtják? 29 P-re gondolsz. 29 P-re, igen. 29. Igen. Igen, annak szénmonoxid kitörés. Rendszeresen szép. Rendszeresen szép. Ilyen periodikus ez. Ilyen nagyon lassú a forgása, több 10 nap. Egy aktív folt van, vagy ott még rásegítenek más degyületek idejéként. Ő az istökös. Biztos, hogy van benne aktív folt, mert ilyen jó kis pirástruktúra figyelhető meg benne kitöréskor. Ő éppen egy ilyen távoli aktív. Ez is egy jó távoli istökös volt, amikor... De ez a Borelli volt, hülyeség, az egy másik ábra panel. De minden esetre ez a Swassman-Wachmann biztos, hogy egy kiterjedt aktív területtel bír, és amikor ki van törve, akkor ez az aktív terület van kitörve. És húzza a spirálcsíkot bele a kómába. Aztán, hogy ez az egész folyamat, ez miért indul be, meg miért nem, meg mennyire periódikus, miért periódikus és miért nem periódikus? Ezt nem tudom. Teljesen el tudom képzelni, hogy senki más se tudja, tehát ebből szintén lehetne egy jó cikket írni, csak rá kellene jönni, hogy mi történik. Lehetséges, hogy olyan szerintem a felülete az üstökösnek, mint egy krumpli, és megszorul a fény ott. Tehát egy olyan forgást, olyan pozícióba kerül a nappal szembe, esetleg ahogy szép lassan forog, hogy ott megszorul a fény. Hát, hogy a fény hogy tud megszorulni, az egy érdekes kérdés. Úgy tud megszorulni, hogy a maga fölben például például a Holmes istökös. Holmes istökös, tehát valahogy kémiailag megszorulhat a fény, a Holmes istökös kitörésére volt egy olyan modell, hogy a víz hidrogén-peroxiddá alakult, tehát a víz jég, hidrogén-peroxid jéggé alakult a napsugárzás hatására, és aztán az egy lényegesen illékonyabb anyag, akkor egyszer csak felrobbant.
Tehát valamiféle a sugárzás energiáját kémiailag raktározó energiaraktár elképzelhető, hogy működik a Schwarzman-Wachmann egyben. Bár hozzáteszem lábjegyzetként, hogy a Holmes istökösön sem látta még senki, hogy ott készül a hajszűkítő valahol a víz ég alatt. Mert... Volt egyébként a kómájában, volt a spektroszkópiája is. Én nem tudok róla. Aha. De hát, hogy ez nem is biztos, hogy kikerült, tehát hogy fölrobban, de lehet, hogy gyorsan bomlik, és utána szétbomlik, és mire ezért már... Oxigén lesz belőle, meg víz. És akkor nyomnék, de eltűnik, igen. Ez a szénmonoxid is, onnan tudják, ez is rádióba, jól tudom. Ez is rádiótartományban lehet a Schwarzman-Wachmann megfigyelni. A metán meg ilyesmi az infrába látszik. Jó, köszönjük szépen!